Az MSZP szavazók egyharmada szavazna át másik pártra, a fideszesek viszont nagyon hűségesek, mindössze 3%-uk szavazna másra. Az MSZP szavazók 13, a DK szavazók 8, az LMP szavazók 4%-a szavazna át a Jobbikra. A jobbikosok pedig a Fidesz vagy az LMP felé kacsingatnak többnyire. A részletekről Závetz Tibort kérdezzük. Mert lehet, hogy rögtön érdemes azt tisztázni, hogy ez ugye nem azt jelenti, hogy mondjuk az MSZP szavazók ilyen csalfák, vagy ilyen hitetlenek, hanem azt jelenti, hogy a leginkább nyitottak, hogyha mondjuk nincsen saját jelölt az adott körzetben. Hát a kérdés az a pártokra vonatkozott, tehát ez az értelmezés, amit ön említett, ez számomra is elfogadható, és én is nagyon sokat gondolkodtam ezen, de azért azt tisztázzuk, hogy egyesével végigsoroltuk a pártokat, és mindenkitől, pártállásától függetlenül, sőt azoktól is, akiknek nincsen párthovatartozása, megkérdeztük azt, hogy milyen eséllyel szavaz egy adott pártra. Azt akartuk lokalizálni, hogy milyen átpártolások várhatók a következő két hónapban. Most ebből adódóan ugye azt lehet látni, hogy az MSZP szavazótábora az, két fajta értelmezést adhatunk, az egyik, hogy a leginkább sérülékeny, ugye ez azt jelenti, hogy elég sokan gondolkodnak abban, hogy esetleg más pártra voksolnak, a másik értelmezés pedig, amit ön is említett, hogy a leginkább nyitottak arra, hogy bizonyos helyzetekben, például a koordinált indulásnál átszavazzanak a mondjuk a DK-s jelöltek, hiszen a koordináció. Na várjon, mert itt mondott valami fontos dolgot, amire muszáj visszakérdezem. A következő két hónapot említett. A következő két hónapban ezek a szavazók mind gondolkoznak, és melyik párton gondolkoznak. Mondjuk, hogyha MSZP szavazók, ott van ugye a legelképesztőbb átszavazási arány, különösen annak fényében, amit a Fidesznél mértek, hogy 3%, tehát az döbbenetes. Arról majd még beszéljünk külön. Az MSZP szavazók közül, tehát minden harmadik úgy gondolja, hogy lehet, hogy nem is az MSZP-re fog szavazni, függetlenül attól, hogy mi van a papíron? Ugye a kérdés ezt sugallja, illetve a kérdésre adott válaszok ezt sugallják. Erre mondtam azt, hogy sérülékenynek látszik a tábor, de azt is mondhatom, hogy az elmúlt egy évben ez a szavazótábor volt a változásoknak leginkább kitett szavazótábor. Hát hogyha csak gyorsan felsorolom, hogy Botka László érkezése, közös baloldali liberális indulás, közös miniszterelnök, közös jelöltek, közös listák, ugye ez volt Botka Lászlónak az elképzelése. Ezek után ő távozik, ezek után van egy kis tanástalanság, hogy mi legyen. Utána koordinált indulásban való megegyezés a demokratikus koalícióval, majd utána a párbeszéd miniszterelnök jelöltje érkezik az MSZP-hez. Tehát ez amit itt gyorsan elsoroltam, ezek után szerintem egyáltalán nem váratlan az, hogy ez a tábor még nincs egy nyugalmi állapotban. Minden szavazó tábor a többi pártnál azt láthattuk, hogy nincsenek ilyen forrongó események, nem voltak az elmúlt egy évben. Itt volt egy elég sok elemből, összetevőből álló formálódása a pártpolitikájának, és szerintem ezek után az nem váratlan, hogy a szavazótábor gondolkodik azon, hogy esetleg máshova teszi a voksát. De még egyszer mondom, hogy ennek az esélye kicsi, a valószínűsége kicsi, mert ön is említette ezt a 34%-os csoport, egyharmada az MSZP táborának, de ennek a nagy része a demokratikus koalíciót nevezte meg olyan pártként, amelyik egy család lesz. Amely egy család, és itt jön be az amiről az elején én is említést tettem, hogy bármennyire is a pártokra vonatkoztattuk a kérdést, ennek ellenére valószínűleg a szavazók fejében már benne jár a koordinált indulásnak a gondolata, hogy hogyan is kell viselkedni, mit is jelent az, hogy egy más párt egyéni jelöltjére kell leadni a voksot, ugye 46 helyen a demokratikus koalícióért, 3-4 helyen valószínűleg független jelöltre, tehát 50 helyen a Magyar Szocialista Párt híveinek választókerületben nem lesz módja arra, hogy a saját jelöltjét szavazon, tehát egy másik jelöltre kell szavazni. Ebben az összefüggésben mit hoz és mit visz az LMP? Ugye a legtöbbet rángatott párt ez most, hogy maradjon kívül vagy kerüljön belül? Azt látjuk ebből a kutatásból, aminek volt egy olyan része is, hogy mennyire erősek a pártok szavazó táborainak a kötődései, tehát mennyire biztosak abban, hogy végül is arra a pártra voksolnak, amit megneveztek. Ennek a leggyengébb mutatója az LMP-nél van, tehát nem erős a kötődés. Másfelől ebből a kutatásból meg azt látjuk, hogy azok, akik az LMP szavazói, olyan nagyon más pártot nem tudtak megnevezni, akiben gondolkodnak. Tehát valószínűleg ők maradnak, nem erős a kötődés, de mégiscsak LMP szavazók, és van egy
Elég erős minden párt részéről a Fidesz, még a Fidesz is ide tehetjük tulajdonképpen, minden párt szavazótábora részéről van egy nyitottság az LMP irányába. Tehát tulajdonképpen az LMP is ugyanott tart, mint 2014-ben, vagy 2010-ben ebben a vonatkozásban, hogy ez az a párt, amelyikre még szívesen szavaznak viszonylag sokan, mert nem osztja meg a társadalmat. Itt is azt látjuk, hogy MSZP-sek, DK-sok, jobbikosok nagyjából egy tizede azt mondja, hogy elképzelhetően tartja, hogy végül LMP szavazó lesz. Ha ennek ebben igaza van, miért ne lenne? Akkor az LMP számára jó üzlet lenne egy koordinálás, mert hiszen meg tudná nyerni magának azokat a helyeket, ahol az MSZP-s vagy a DK-s helyén indulna. Igen, én azt gondolom, hogy ez nem egy lefutott történet, tehát itt még 2 hónap alatt nagyon sok minden történet. Éppen az LMP-nél lehet azt látni, hogy valamikor nagyon elzárkózik attól, hogy bármifajta koordinációban, közös listában, együttműködésben vegyen részt. De például a múlt hét eseménye volt az, hogy a Momentum felé nyitottak, tehát van valami fajta együttműködés. Én azt gondolom, hogy még ezek a kutatások sok újat hoznak abban a vonatkozásban, hogy hogyan is lépjenek a politikusok. És akkor a Fidesz, meg a 3%. Azt ki lehet mondani, hogy a Fidesz tábor egybe van, és azt is ki lehet mondani, hogy mozdíthatatlan? Ez egy nagyon zárt közösség, se politikai alternatívája nincs a Fidesz szavazóknak, se ideológiai alternatívája. Tehát ez a fajta kohézió, amit megteremtettek, aminek mondjuk egyik záloga Orbán Viktor személye, az nem tegnap, meg tegnap előtt jött létre. Ezt már 2014-ben, mi több 2010-ben is bizonyította a Fidesz tábor, ezt az egybefort létét. Én azt gondolom, hogy azok, akik most a Fidesznél vannak, a választópolgárok nagyjából 3/10, tehát 2,4 millió szimpatizáns, ez elég nagy eséllyel úgy fordul rá a parlamenti választások véghajrájára, hogy ott is fog maradni, ha csak újabb atombombák nem érkeznek. Tehát itt semmi jel arra vonatkozóan nincsen, hogy más pártok irányába elmozdulnak. Sőt, volt még egy érdekes eleme ennek a kutatásnak, hogy a bizonytalanok, akik alapvetően nem nagyon gondolkodnak pártokba továbbra sem, e felmérés szerint sem, leginkább még a Fideszről tudják elképzelni ezen bizonytalanoknak pici hányada, 6%-a mindösszesen, tehát az a teljes népességen belül csak 1-2%-ot jelent, tehát leginkább a bizonytalanok abba az irányba kacsingatnak, de én azt gondolom, hogy ebből a Fidesznek nem lesz igazán tartaléka, mert azok a hírek, amik most például bejárják a magyar és a világsajtot, ezek egyáltalán nem olyanok, amire a bizonytalanok azt mondanák, hogy nekünk a Fidesz mellett van a helyük, sőt, inkább ez távol tartja őket. Szokás szerint köszönöm szépen a tájékoztatást. Én is köszönöm. Tibornak.